Azonnal térdre estem előtte, tudatában voltam annak, hogy Isten jelenlétébe zuhanok. Crystal McVeigh nem álmodott, meghalt és azt mondta, a mennyországban ébredtem. Ott voltam azelőtt az Isten előtt, aki elől futottam egész életemben. Akkor kezdett eltávolodni Istentől, amikor három évesen megerőszakolták. Abban a hitben nőttem fel, hogy én egy undorító, összetört és mocskos ember vagyok. Krisztal elment gyülekezetbe az édesanyjával, nyolc évesen megtért, elfogadta Krisztust és bemerítkezett. Azt remélte, az majd megtisztítja attól a bűntudattól és szégyenérzettől, amit a molesztálások váltottak ki be. De a rendszeres nemi erőszak tovább folytatódott egészen 12 éves koráig. Magamban eldöntöttem, hogy két lehetőség van. Az egyik, hogy van Isten, de valami oknál fogva engem nem szeret, mivel nem állította meg azokat a rossz dolgokat, amik történtek velem az életem során, nem mentett meg engem. A második lehetőség, hogy nincs Isten. Tinédzserként Krista drogozni és inni kezdett, és kicsapongó életet élt. 21 éves korára már elvált, egyedülálló édesanya lett két gyermekkel. Végül 28 évesen megállapodott, és feleségül ment Virgilhöz, akivel ikreik születtek. Tíz hónappal később 2009-ben az orvosok rutinbeavatkozást végeztek, ami hasnyálmirigy gyulladást okozott nála. Komplikációk adottak, aminek következtében 43 fokos láza lett. Édesanyja édesanyja Bonnie jött be hozzá a kórházba. Nem festett jól, fel volt duzzadva mindene, fájdalom szívat tettek rá. Én teljesen nyugodtnak és békésnek éreztem magam. Emlékszem, ahogy kinyitottam a szemem, és láttam édesanyámat, ahogy ott ült a széken a kórházi ágyam mellett, és azt mondtam neki, hogy szeretem őt. Megérintettem az arcát, ami hideg volt, az ajkai bekékültek, nem lélegzett. Majd ahogy megfordultam, láttam, hogy befeketedett az arca. El kezdtem üvöltözni, hogy jöjjenek gyorsan, mert meghalt. Az ápolónő berohant, azt mondta, ki kell mennem, erre én nem megyek sehova. Az elkövetkező kilenc percen keresztül az orvosok és ápolók megpróbálták újraéleszteni Kristalt. Kb. ekkor érkezett meg Kristal férje, Virgil. Annyi minden kavargott a fejemben, nem tudtam, hogy életben van, vagy meghalt. Tudom, miért nem akarták, hogy bent legyek. Szinte erőszakosan küzdöttek az életéért. A 9 kilenc az, a mennyben, az, én 9 percem volt a pokolban. Mi alatt a kórházi csapat azon dolgozott, hogy sikerüljön az, újraélesztése. a azt mondja, ő a mennyben volt. Az első, amire emlékszem, hogy teljesen tudatában voltam annak, hogy az én vagyok. Ugyanaz a személy vagyok, én vagyok, aki azt mondtam az édesanyámnak, hogy szeretem őt, majd meghaltam. Teljes tudatában voltam annak is, hogy épp meghaltam. De továbbra is az voltam, aki attól a pillanattól fogva létezett, hogy Isten megalkotta. A fény úgy jött hozzám, mintha egy alagút belsejében lettem volna, és olyan érzés volt, mintha örökké tartana. Emlékszem, hogy akkora nagy békességben voltam, úgy ölelt körül ez a hatalmas fény, ami szeretet volt, mintha fürdőznék benne. Tudta, hogy Isten jelenlétében van. Nem láttam ennek a lénynek az arcát, vagy más vonását, csupán ezt a gyönyörű fényt, az olyan szavak, mint elképesztő, tökéletes, gyönyörű, stb. Teljesen eltörpülnek mellette, nem lehet szavakkal kifejezni azt, hogy milyen. Nem bírtam betelni vele, nem tudtam eleget belélegezni belőle, nem bírtam elég közel kerülni a fényhez, holott a fény teljesen körülvett. Majd Krisztal azt mondta, szeretett volna feltenni Istennek egy kérdést. Tudni szerettem volna, miért nem szeretett engem. Miért engedtem meg, hogy rossz dolgok történjenek velem. Azonban, ahogy ott álltam vele, szemtől szemben, térdre rogytam előtte, és felemeltem a kezeimet. Ahelyett, hogy azt kérdeztem volna tőle, amit előzőleg akartam, azt kérdeztem, miért nem tettem én többet, érted? Mert egyetlen pillanat alatt felfettem, nekem, Hogy ki is ő valójában. Ő nem más, mint maga a szeretet. Soha életemben nem imádtam Istent úgy igazán. De most lábai elé borultam, és csak imádtam őt, ahogy imádatban ott voltam leborulva a Teremtő előtt. Emlékszem, hogy azt mondtam, örökké tudnálak imádni. Krisztal együtt tartott Istennel a mennyország kapuja felé, amikor észrevett egy kis gyermeket maga. Előtt. Egy kislányt láttam. Kis kalap volt a fején, és egy kis fonott kosár a kezében. Láttam, hogy felveszi a kosarat, és merít a fényből, hogy az a kosárba kerüljön, majd elkezdi kiönteni, mintha víz lenne. A fény, mint egy zuhatag, folyt ki a kosárból. Ő pedig hátravetette a fejét, és kacagott. És minden alkalommal, ahogy nevetett, akárhányszor megmozdult, a szelleme elkezdett úgy megtelni szeretettel, mintha egy lufiként fújódna fel. Isten megmutatta Krisztelnek, hogy saját magát látja, amikor három éves volt. Ez a kislány én voltam. Abban a pillanatban, amikor az ellenség belépett az életembe, és folyamatosan azt suttogta a fülembe, hogy értéktelen vagyok, összetört és undorító. Hogy azt kaptam csupán, amit érdemeltem. Ott volt ez a három éves kislány, akit megsebeztek, és úgy érezte, Isten nem szereti őt. Elhagyta, magára hagyta őt, és Isten nem is létezik. De akkor Isten tudatta velem, hogy mi is történt a valóságban. Megengedte, hogy az ő szemeink keresztül nézek, és lássam meg az igazságot. Ez az igazság pedig szabaddá tett engem. Krisztal összes kételje elszállt annak kapcsán, hogy Isten létezik és szereti őt. Emlékszem, milyen érzés volt láncok között lenni, megkötözve, majd egyetlen pillanat alatt letépte rólam ezeket a láncokat. Szabad lettem! nem csupán mondta, hogy Krisztus szeretlek, hanem megengedte, hogy megtapasztaljam valóságosan az ő szeretetét. Azt éreztem, ez akkora hatalmas szeretet, hogy mindjárt felrobbanok tőle. Majd azt mondta Krisztal, hallotta az édesanyja hangját, ahogy a nevén szólítja. Azt mondtam Istennek, elmondhatom anyámnak, hogy jól vagyok, azt felelte, a döntés a tiéd. Megfordultam, hogy megtaláljam, honnan jön az édesanyám hangja. Majd visszafordultam a fény felé, aki azt mondta nekem, Mondd el az embereknek mindazt, amire emlékszel. Azt feleltem mindenre emlékezni fogok, és hamarosan visszatérek ide. Ahogy lenéztem a föld felé, láttam ezt a mennybe vezető alagutat. Olyan volt a látványa, mintha milliónyi, csillogó, fényű gyémántot látnék, abban a pillanatban, hogy felfigyeltem erre a gyémántszerű anyagra, már vissza is tértem a testembe. Amikor Kristol magához tért a kórházban, ott állt körülötte a kórházi csapat. Odafordult a médesanyámhoz, aki sírt. Elmondtam neki, hogy a mennyben voltam Istennel, a leggyönyörű fényességben, és jól vagyok. Nyolc nappal később Krisztal elhagyhatta a kórházat. Ahogy ő mondja, egy más személy ment el onnan, mint aki bekerült oda. Az életem teljesen megváltozott. Az a személy, aki voltam, aki meghalt ott a kórházban, sok szempontból már nem ugyanaz, mint aki visszatért. A különbség az, hogy most már tudom, hogy van egy Isten, aki szeret minket. Tudom, hogy van egy atya, aki igazi édesapa, és ő ténylegesen meghallgat bennünket, figyel ránk és vigyázz ránk. Crystal könyvet írt menyei utazásáról, mely a New York Times egyik bestsellere lett. A könyv címe, mely magyarul is kapható, a Mennyországban ébredtem. Gyakran kérdezik tőlem emberek, mi az üzeneted? Milyen üzenettel küldött vissza téged Isten a földre? A válasz nagyon egyszerű. Nem számít, kik vagyunk, hol jártunk, mi történt velünk, mit tettek mások velünk, vagy mit tettünk mi magunk. Isten szeretete mérhetetlenül nagy és hatalmas, és képes mindent betölteni és elárasztani. Ez a szeretet a miénk, és nem azért, mert bármivel is kiérdemeltük volna, hanem mert ő méltónak talál rá minket, és választási lehetőséget ad nekünk. Szabadon választhatjuk őt.